Egész héten a Tánci a főszerep Fehérvár belvárosában. Délelőttönként bemutatkoznak és táncba hívják a járókelőket a Néptáncfesztiválon résztvevő országok csoportjai. Szibéria és Finnország mutatta be népi táncait kedden délelőtt a Mátyás király szobor előtti területen. A népviseletbe öltözött fiatalok parádés hangulatot varázsoltak a belvárosba. A csoportok a rövid ízelítőt követően táncra hívták a nézelődőket. A királyi játéktér keretén belül ma délelőtt a szibériaiak és a finnek adtak egy kis ízelítőt táncukból. Ahogy önök is láthatják, senkit nem kíméltek, mindenkit bevontak a mulatságba. Farkas Edina itt született városunkban, de már régóta máshol él. Mint mondja, a királyi napokra mindig hazatér Fehérvárra, és ha teheti, részt is vesz a programokban. Mi minden évben eljövünk, direkte, közel is lakunk, meg hát ahogy mondtam, családi kötődés is van, és sok régi táncossal is találkozom itt, akit ismerek. Minden évben megnézzük, tavaly a lányomat állították be táncolni, most pedig engem csíptek el, úgyhogy mindenképpen nagyon tetszett. A programoknak még korán sincs vége. Este 18 órakor újabb tánccsoportok mutatkoztak be az Icsi színpadon. Nagy-nagy szeretettel várom a tisztelt közönségünket este a Városház tér helyett az Icsi színpadra, 18 órakor kezdődő csoportok bemutatkozásánál, ahol először Törökország mutatkozik be egy 35 percbe, majd őket követi az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola, illetve az Alba Régia Táncegyüttes Szenior csoportjának műsora, majd egy szenegáli, itt tartózkodó formáció, a Balett Kamara kápráztatja el a közönséget, végül a grúz fiatalok zárják egy fergeteges műsorral az Icsi színpadi műsort. Ezt követően pedig a táncház várja a kedves érdeklődőket hatalmas bulira, hajnalig tartó bulira, 21 óra 30 perccel kezdve Bosznia-Hercegovina, illetve Oroszország mutatkozik be táncokkal, zenékkel, táncoltatással és egy kis gasztronómiai ínyenséggel, és aki Oroszországgal még szeretne ma találkozni, az megteheti a táncházban, ugyanis holnap ők mennek Nyíregyházára. A főszerepben a mai napon továbbra is a zene és a tánc áll minden mennyiségben. Az Icsi színpadi fellépéseket követően 9 órakor Fény utca is lesz, de természetesen a programok holnap is folytatódnak. És idén is megrendezik a Fricsai Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivált, melyen ez alkalommal a Szolnoki Légierőzenekar, a Székesfehérvári, a Szentendrei, valamint a Tatai Helyőrségi Zenekar szakalaki bemutatóit és összevont zenekari koncertjét láthatják az érdeklődők augusztus 17-én. Itt a főtéren 4 katonazenekar fog bemutatkozni. Lesznek különálló katonazenekari blokkok, és lesz úgynevezett összevont katonazenekari koncert. A 4 zenekar közül vannak visszatérő vendégeink is, mint például mondjuk Tata. A tatai zenekarral egyébként Ezredes úrnak nagyon, nagyon jó baráti kapcsolata van, mondhatom ezt így? Fel lehet árulni a titkot. A kis kulisszatitkokat. Aztán jön a debreceni zenekar egy kicsit távolabbról. Szentendréről érkezik a 3. zenekar, egy nagyon-nagyon kiváló csapat, és hát 4. zenekarként, házigazdaként a fehérvári zenekart láthatják majd. Akkor én most le is csapok Ezredes úr erre a kulisszatitokra, hogy Tatával miért is van különösen jó kapcsolata az Ezredes úrnak. Ez elég régi történet, ugyanis én a pályafutásomat 1990-ben Tatán kezdtem, és hát ez a 4. év, hogy itt vagyok Fehérváron, én idáig Tatán szolgáltam, ennél fogva nagyon jól ismerem a tatai zenekart. Hosszú-hosszú éveken keresztül szakmailag is hozzám tartoztak, én instápoltam őket, és azt hiszem, hogy ők is egy hasonló jó képességű zenekar, mint a helyi. Ugye az is már egy ilyen bevett szokás, hogy minden évben van gyepsó. Talán ez az egyik ilyen legnépszerűbb eleme a produkciónak, de áruljuk el azoknak, akik nem tudják, hogy mi az a gyepsó, hogy mire számíthatnak. A gyepsó az tulajdonképpen ezt az amerikai slangből vettük át, ugye, mert itt a téren inkább térkősóról tudnánk beszélni, mint gyepsóról. Ez nem más, mint amikor zenére, miközben a zenekarok zenélnek, különböző formációkat, alakzatokat mutatnak be. Tehát gyakorlatilag ez egy katona zenekaroknak egy alaki gyakorlat, egy alaki bemutató.
az egészen sarkos mozdulatoktól a táncos elemekig nagyon sok minden megtalálható benne. Nincs kőbe vésett írott szabálya ennek a műfajnak. Van egészen hagyományápoló, hagyományőrző ágazata, van egészen show műsorra szakosodott ágazata. Itt a nemzetközi porondon mindegyikre nagyon-nagyon jó példa van. Azt gondolom, hogy a magyar katonazenekarok ebben is nagyon szépen jeleskednek. Eddig bármelyik nemzetközi fesztiválon, akár Németországban, akár Franciaországban, vagy akár a tengeren túlon megjelent egy magyar katonazenekar, annak mindig nagy sikere volt a gyep show kategóriában is. Az, hogy gyep show, ez sokszor megtéveszti az embereket egyébként. Tehát volt, hogy egyszer akartak minket hívni egy nem túl jó állapotban lévő focipályára, és akkor hát én mondtam, hogy hát azért ezen nem biztos, hogy én szeretnék alaki bemutatót tartani, mert azért egy könnyű, bőrtalpú félcipőbe az ember, hogyha most sarkítok, elesünk egy vakon túrásba, az nem biztos, hogy jól fog mutatni. Úgyhogy jobb azért, szerencsésebb az aszfaltos, vagy mondjuk ez a térköves megoldás. Nagyon népszerű ugye az emberek között. A fehérvári zenekar idén inkább egy picit a hagyományőrzőbb, egy kicsit a katonásabb vonalat fogja bemutatni. És hát természetesen azt gondolom, a tataiak biztos, hogy táncolni fognak, ezt már igen. Ezt lehet borítékolni, ők nagyon szeretnek táncolni. Szinte mindegyik zenekarnak megvan egyébként a saját profilja. Nem hazabeszélve vagy visszabeszélve tatára, ez csúnya dolog itt fehérvári parancsnokként ezt tenni, de talán a zenekarok között a tataiak azok, akik a leghumorosabb, legpörgősebb ilyen gyepsót szokták előadni. És akkor a fehérvári inkább a hagyományőrző irányban megy el idén? Most igen. Nekünk is volt olyan év, amikor mondjuk volt, hogy Bud Spencer utánzatot csináltunk, Bud Spencer filmből adtunk elő zenét, nagyon nagy sikere volt, vagy azért a közönség minket többször láthatott itt a Vörösmarty Színházban konkrétan show koncertet előadni. Most egy kicsit idén azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a gyökerekhez. Sőt, hát az egyik közösségi oldalon például egy tankcsapdasláger terjeng, amit igen. Nagyon sokan megosztottak már. Hát ez a tankcsapdasláger, ez azóta is kísért minket, ezt még az elődöm csinálta, Karnis Csaba százados úr, az ő nyugdíjazással kapcsán kerültem én 7 évvel ezelőtt Székesfehérvárra. Azt a tankcsapdát, tehát volt olyan, hogy Kecskemétről felhívtak, hogy akkor ők szeretnék, hogyha a katonazenekar részt venne a rockfesztiválon. Azért mondom, mert még most is kiteszi egyébként folyamatosan több közösségi oldal is, közben alacsonyan szállnak a papírok, tehát több közösségi oldal is kiteszi folyamatosan ezt a tankcsapda slágert. Szerintem én havonta egyszer beleütközök. Én is láttam, mondjuk kifejezetten úgy, hogy felhívták rá a figyelmemet. Sőt, én akkor néztem meg, amikor felhívtak Kecskemétről, hogy ők azt szeretnék, hogyha mondjuk az a tankcsapda szám menne, és hogy ezzel a zenekarral, hát természetesen nem hoztuk tető alá ezt a házasságot, de most már így, hogy most is előkerült, most már komolyan motoszkál bennem, hogy lehet, hogy előveszük még egyszer. Mert... Újra kell dolgozni. Újra hangszerelni. Lehet, egyébként van benne ráció. Nos, ugye a hagyományokról beszéltünk, a katonák élete a katona zenével mennyire van összefüggésben, ezredes úr? Mindig is összefüggésben volt, ugyanis lehet, hogy nem sokan tudják, de a katonazenekarok voltak annak idején a hírvivők, tehát a katonazenekar adta a különböző jelzéseket a csapattesteknek, hogy mikor mit kell csinálniuk. Innentől fogva már a háború kezdetétől fogva a katonazenekar valamilyen szinten, vagy a katonazenész valamilyen szinten megjelent. Ők azért vannak, hogy egyrészt a katonai alakifogásoknál a zenekari hátteret szolgáltassák, illetve kapcsolatot tartsanak a társadalommal, például ilyen rendezvényeken, de más jellegű rendezvényeknél is, színházakban, ahogy mondta Tamás, szerepelnek, ott is meg van említve, hogy ők a Magyar Honvédség 43-as ezred zenekara Székesfehérvárról. Ez a lényeges, ez a kettő fontos eleme van a katonazenekarnak a hadsereg életében. De azt is mondhatjuk, hogy a katonazenészek, amellett, hogy zenészek és művészemberek, közben pedig katonák is, és ugyanúgy teljesíteni kell a szolgálatot, Tamás? Ezredes úr mosolyog. Szerintem ő lehet, hogy úgy van vele, hogy mi elbírnánk több katonáskodást is. Én azt gondolom, hogy igen, tehát az, hogy katonazenész, az egy nagyon-nagyon különleges szó összetétel. Sokak
nem is értik, hogy ez hogy fér meg ez a két szó egy szerkezetben. A kötelező kiképzést azt az összes katonazenész teljesíti. Azt gondolom, hogy így helyes a megfogalmazás. Tehát azért az, hogy mi ugyanannyit és ugyanolyan magas szinten katonáskodjunk, mint mondjuk egy lövészkatona, az azért nem megy, mert mi közben nekünk van évente 150 fellépésünk. Tehát, hogy amikor a lövészkatona mondjuk egy lövészeti kiképzésen van, akkor valószínűleg mi éppen vagy a városban, vagy éppen valahol a 6 megyében, amit ellátunk, éppen fellépésen vagyunk, majdnem minden hétvégén utazunk valahová, tehát most az augusztus is olyan, hogy minden hétvége be van táblázva, úgyhogy emellett a kötelező kiképzést tudjuk végrehajtani, azt viszont végre is hajtjuk. Tehát mondjuk havi egyszer biztos, hogy a zenekar is előfordul a lőtéren, megyünk menet gyakorlatra, és hát a határmenti feladatokba is be volt osztva, és a mai napig is be van osztva a zenekar bizonyos mértékben. Sőt, amikor mondjuk árvízhelyzet volt, akkor is ott pakoltuk a homokzsákokat ugyanúgy a többi katonával, szóval azért azt mondhatom, hogy részt veszünk a katonai életnek ebben a részében is. Teljesen igaz. Nyilván azok a szabályok, amik az általános katonai szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, tehát a kiképzés, a felkészítés, de akár misszióba is ugyanúgy el tudnak jutni, mind a mellett, hogy művész emberek. Ezt természetesen legmesszebb menőkig figyelembe kell, hogy vegyük, mert hogyha nem tartjuk meg azt a reális egyensúlyt, akkor az valaminek a kárára megy. Vagy nem lesznek katonák, vagy nem lesznek művész emberek. Az nem jó. Nem jó. Tehát az arany középút. Említett még ezredes úr az imént egy ilyen nagyon fontos gondolatot, ugye a társadalommal való kapcsolattartás, tehát mondhatjuk azt, hogy talán egy-egy ilyen rendezvény, vagy egy-egy ilyen bemutató, amikor mondjuk a katonazenészek is fellépnek, akkor az lehet egyfajta híd is a társadalom civil lakossága és az egyenruhás a katonák között? Természetesen ez egyfajta híd, egyfajta kapcsolat. Ahogy mondta Tamás, az évi 150 plusz fellépés, az nem csak pusztán a zenekart jelenti, nagyon sok esetben mennek velük más katonák is, akik akár egy technikai bemutatót, egy statikus vagy egy dinamikus bemutatót tartanak. Itt Fehérváron is több alkalom van ilyen, amikor nem titkolt cél toborzás jelleggel megy ez azért, hogy a sorkötelezettség megszűnése, illetve felfüggesztése kapcsán a hadsereg valamilyen szinten elvesztette a társadalommal egy bizonyos kapcsolatát. Ezt szeretnénk ezekkel a fellépésekkel visszaállítani, hogy minél többen megismerjenek, és bizony egyre többen keresnek is bennünket, hívnak is bennünket. Falunapok, különböző fesztiválok, különböző nyílt napok, iskoláknál nagyon sokat szerepelünk például, ahová megy a zenekar is, de mennek velük más katonák is. Ugye azt is említettük már itt a beszélgetés elején, hogy az idei esztendőben 5. alkalommal kerül majd megrendezésre ez a regionális katonazenekari fesztivál, ami Fricsai Richard nevével kerül megrendezésre. Ez sem véletlen, a névválasztás sem, gondolom én. Igen. Művészet? Most vagy azt mondom, hogy nem árulok el titkot, hiszen erről már beszéltünk, vagy pedig azt mondom, hogy egy kicsit akkor megint a kulisszák mögé, ha tekintünk. 2013-ban volt itt ebben a formában az első regionális katonazenekari fesztivál, és ugye az emlékév kapcsán gyakorlatilag, ugye akkor volt, hogy először a város egy nagyon nagy volumenű rendezvénysorozatot épített fel kifejezetten ekkor, és ugye az elmúlt 5 évben szépen, hogy mondjam, hogy le is tisztult, kicsit kikristályosodott, tehát most már van egy fokozatosan, dinamikusan épülő rendje, hogy én ezt belülről is, meg kívülről is úgy szemlélem, tehát hogy megvan tehát az alapkő jól le lett téve, és akkor kapcsolódott be ugye a Katona Zenekari Fesztivál ebbe a rendezvénysorozatba. A királyi napok augusztus 20-án zárul, melynek utolsó programja 19 órától látható lesz a Fehérvár televízióban is. A Magyar Esten az Alba Régia Tánc Egyesület és az erdélyi Bekecs Tánc Együttes közös műsora zárja nálunk is az élő közvetítések sorát.